olvastátok, hogy nyárra meg őszre is. Áldjuk a bizony? Lesz egy ilyen. A mai napon múlik minden. Te tudod, Géza, így eredményre. Mert ezen mennyi főd van? Vagy? Nem, most a hajtányokhoz ilyen szempont? A 3-5 centi amarra már, ott már az úgy jó belemegy. De hát mindjárt készen van. Jó, mindegy, ezt a darabot megcsináljuk, hogy fölpakolni ilyet, mert ide lehet autóval legjobban beállni. Volt itt többféle pálya, tehát hogyha elmegyünk arra, elmennénk arra felé, akkor találnánk itt egy ilyen beaszfaltozott, bebetonozott vágányokat. Nem annyira azért nem tör. Ez nem a párizsi világkiállítás. Működött ez a dolog egészen 1951-52-ig körülbelül, amikor egy hatalmas fejlesztés indult meg a térség vasútján. Az addigi eredeti 23 kilós pályát, ami volt ugye a Szentes-Vásárhelyi vonalon, elkezdték átépíteni 34 kilósra, csupa betonaljasra, 52-ben áttették ide a nagyvasutat. Tehát 12 évig működött az aluljáróként. A régi kisvasutasok, szegvári, meg derekegyházi, nagymágocsi kisvasutasoknak a szájhagyománya, ugye? Tehát megmaradt az a történet, hogy úgy megrakták Tompahát környékén a kenderrel a lórékocsikat, még akkor két tengelyes kocsikon hordták a tengelyt, hogy beszorultak ebbe az alagútba. Se ki se be. Ezt hagyjuk, mert ezt a vágányt nem pucoljuk. Nem érted már? Hát 1998-ban épültek ezek a vágányok, szinte hihetetlen. Yeah.
Kicsit akasztol a pálya. Vakrepülés! Nem is hittem el, hogy itt sír van. Nekem jó hűvös.